kérek Istenem aranyat, nem kérek csillogást, csak boldogság legyen a szívemben, és legyen ki mindig hazavár. Nem kérek a sorstól én egyebet, csak az asztalra mindig kenyeret, édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Nem kérek Istenem aranyat, nem kérek csillogást, csak boldogság legyen a szívemben, és legyen ki mindig hazavár. Nem kérek a sorstól én egyebet, csak az asztalra mindig kenyeret, édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Tudod, én csóró vagyok, de nagyon gazdag, de boldog az én szívem. Üresebben is vidám vagyok, ha látom két szemet. Csibész vagyok, nem tagadom, de élni tudni kell. Én csak annak adom a lelkemet, aki szeret engemet. Nem kérek Istenem aranyat, nem kérek csillogást, csak boldogság legyen a szívemben, és legyen ki mindig hazavár. Nem kérek a sorstól én egyebet, csak az asztalra mindig kenyeret, édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Nem kérek Istenem aranyat, nem kérek csillogást, csak boldogság legyen a szívemben, és legyen ki mindig hazavár. Nem kérek a sorstól én egyebet, csak az asztalra mindig kenyeret, édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Csak nekem húzza a nótámat, gyere húzd a fülemben, átmulatom az éjszakát halkan csendesen. Bennem a muzsika szó véré válik, boldog a szívem. Egyet-kettőt iszom néha, mert így szép az élet. Nem kérek Istenem aranyat, nem kérek csillogást, csak boldogság legyen a szívemben, és legyen ki mindig hazavár. Nem kérek a sorstól én egyebet, csak az asztalra mindig kenyeret, édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Nem kérek Istenem aranyat, nem kérek csillogást, csak boldogság legyen a szívemben, és legyen ki mindig hazavár. Nem kérek a sorstól én egyebet, csak az asztalra mindig kenyeret, édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Édes csókot, sok-sok jó volt, jó egészséget. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Tudják, egy kellemes baráti beszélgetéssel és fantasztikus muzsikákkal szeretnénk önöknek szórakoztató perceket nyújtani. A Dallamokon át mai vendége Tillinger Attila. Szia Attila, köszönöm, hogy újra itt vagy, és tudunk egy jót beszélgetni. Én pedig köszönöm, hogy újra itt lehetek, és tudunk szintén azt mondom, amit te egy jót beszélgetni. Régóta ismerlek én, és igazából nem tudom eldönteni, hogy melyik vagy te. Amikor bemész az élet éttermébe, ahol roskadásig meg vannak töltve az asztalok, akkor te az vagy, aki mindegyik asztalról falatozik egyet, sőt jól lakik, vagy csak kiválasztod a legfinomabb falatot, és abból laksz jól. Inkább a második, hogyha így egy kicsit nyilván átvitt értelemben nem akartad ezt megfogalmazni, így inkább mindig a biztosra megyek. Tehát nem eszem végig az asztalt, nem próbálok ki mindent. Egyébként lehet, hogy az a jobbik verzió, hogyha valaki mindenbe inkább belekóstol egy kicsit, és mindent szeret kipróbálni. Én vagyok az a típus, aki a járt utat a járattanért nem hagyja el. Tehát, hogyha én szeretem mondjuk a kaviárt, akkor a kaviárt fogom megkeresni az adott helyen, és akkor abból fogok. Célirányosan? Tudod, hogy mit fogsz csinálni? Igen, igen. Óvatos típus vagy? Igen, egyre óvatosabb.
Miért? Hát tehát a mai világban egyre óvatosabbnak kell lenni, ahogy ebben a szakmában haladunk előre. Meg úgy általában azt gondolom, hogy az élet is egyre nehezebb. Szerintem ezt a nézők is nagyon jól tudják és érzik, hogy azért a mindennapok egyre nehezebbek mindenkinek. Nem csak Magyarországon, szerintem a világban mindenhol. Azt gondolom, hogy jó óvatosnak lenni és jó tervezni előre, érdemes kitalálni, hogy mit fogunk csinálni nem csak holnap, hanem akár jövő héten, két hét múlva, egy év múlva. Én ez a típus vagyok, ez a típus is voltam mindig. De most meg egyre inkább. Utóbbi beszélgetésünkkor egy picit talán, hogyha mondhatnám, az szomorúbb volt a te lelki világod. Most egészen igen. Feldobott vagy. Mi történik manapság veled? Hogy telének a napjaid? Hát tudom, milyen? Hogy most is dolgoztál és stúdióban rohantál. Milyen hangulatom legyen, hogyha hozzád jövök, csak jó hangulatom lehet egyértelmű. Igen, hát az adás egy kicsit később kezdődött az azért, mert hát elmondhatjuk a sztorit, nem? Azért ez tök jó pofa. Persze, nekem nagyon tetszik. Éppen kezdtem volna hozzá a Magic of Musical a legújabb duethez, hogy na, elkezdem meghangszeregetni. Tudod, otthon a kis egy szál alsógatja, egy póló leüli, ahogy szoktuk, és csinálja a nótát, egyszer csak csörög a telefon, Viki telefonál. Szia, drága Vikikém, mi újság? Hol vagy? Itthon. Egyébként felvételek kéne lenned. Na, úgyhogy ez egy ilyen gyors fél órás történet volt. Nem szokott egyébként velem előfordulni, tehát ettől függetlenül azért a látszatcsal, mert elég szétszórt vagyok, de szomorú semmiképpen sem. Nem, mert azért egy év alatt sok minden történt, tehát amint akkor is mondtam neked, hogy menni kell tovább, menni kell előre, csinálni kell a dolgunkat, ez működik. Készülök az új lemezre, csinálom az új dalaimat. Minden működik normálisan. A múlt az pedig nyilván egy olyan dolog, amit mindig be kell tenni egy, vagyis másként fogalmazok, van egy könyv, amiben vannak lapok, és akkor egy fejezetet lapozni kell, és akkor itt a mostani fejezet, amit olvasni kell, vagy írni kell. Szólj, vigasztalj engem, amit százezerszer megtettél velem. Mondd, hogy visszajössz még, innünk kell ebben. Olyan néma lettél, hirtelen. Ha visszajönnél még egyszer, játszhatnál a szívünkkel, nem adjuk fel. Ha visszajönnél még egyszer, játszhatnál a szívünkkel, ezt nem bírjuk el. Mondd, hogy nem igaz, szólj, szólalj meg újra. Öntsd ki a szíved, mondd el, mi fáj. Úgy várjuk a szót, a dal, próbáld meg újra. És én megtudom, mi fáj. Ha visszajönnél még egyszer, nem adjuk fel. Visszajönnél még egyszer, játszhatnál a szívünkkel, és boldog leszel. Egy tragédia közepette hívtalak én meg utólag egy beszélgetésre. Mennyire kellett újraélned, megtanulni újraélni?
mennyire kerültek helyére a dolgok? Én nagyon remélem, hogy most már helyére kerültek a dolgok. Ez nem mindig van így, tehát még azért vissza-vissza tér a dolog, és szerintem életem végig vissza-vissza fog térni folyamatosan, de tudatosan kell ezt kezelni. Tehát én azt mondom, hogy megyünk tovább, ahogy mondtam, csinálni kell a dolgunkat, akarok hozzád jönni, jókat beszélgetni. Azt szeretném, hogyha a kollégák, barátok azt látnák, hogy igen, Attila rendben van, és Attilának rendben kell lennie, tehát más megoldás nincs. Hát most bármilyen tragédia történik az ember életében, akkor az nem megoldás, hogy be magunkba zárkózunk, beburkolózunk egy buborékba, és akkor abban élünk tovább, hanem nyitni kell az új dolgok felé, és azt kell mondani, hogy na, akkor előre és hajrá. Most már látom, hogy abszolút rendben vagy. Igen. Nem mertem volna megkérdezni tőled, hogy megfordult-e a fejedben az, hogy hogyan tovább? Lesz tovább? Persze. Tovább? Hát ez ugye akkor is mondtam neked, hogy igyekszem a továbbon gondolkodni, meg nyilván gondolkodtam is akkor is rajta, hogy mi fog történni. Azt is mondtam, hogy majd akarok egy nagyon jó felvételt csinálni, sikerült egy nagyon jó felvételt csinálni. Nagyon örültem is neki, mert tényleg egy olyat, amit szerettem volna, új arcokkal, egy olyan plusz energiát ad mindig az a helyzet, amikor jön egy új lehetőség, hogy na most csináljunk valami nagyot megint, és sikerült. Ez is apró kis öröm, mert hát minden nap megvannak az élet örömei, minden nap látni kell azt, hogy besüt a nap az ablakon, és ennek örülni kell. Itt a tavasz. Hát minek ne örüljünk. Azt veszem észre, hogy ahol házibuli Attilával koncert van, fesztivál, ott több ezer ember tombol és énekel és bulizik. Ez így van. Hát ez nyilván nem csak nekem köszönhető, illetve szerintem az elmúlt 11. évben vagyunk, ugye, tehát ez nem csak nekem köszönhető, nyilván ha nem vagyok, akkor nincs házi buli Attilával, ez teljesen egyértelmű. De nyilván a fellépő művészeknek is köszönhető, hiszen hogyha az én műsoromban olyan szereplők vesznek részt, vagy vannak jelen, akik színvonalat képviselnek, akkor arra a nézők kíváncsiak lesznek. Az én feladatom szerintem inkább ennek az összetartása. Tehát nem feltétlenül vagyok abban biztos, hogy mondjuk elmegyünk valahova, akkor ott azért, mert házi buli Attilával, bár biztos, hogy benne van ez is, hiszen 11 év az azért beívódik az emberekbe. Tehát szerintem az országban ma kevés ember van, aki ne tudná azt, hogy mi az, hogy házi buli Attilával, vagy ki az. Nyilván megosztja az embereket, mert van egy része, aki nem szereti, aki elhatárolódik tőle, van egy része, aki nagyon szereti, és csak azt nézi éjjel-nappal. De azt gondolom, hogy mindig jobb ez a helyzet, mint hogyha semleges vagy, és ott vagy az arany középúton, ami nem jó semmire ebben az esetben. Tehát szeressenek, ne szeressenek, a lényeg, hogy nézzenek. Egy kép mindig benned él.
Van, ami sosem múlik el. Hogy tennek a mindennapjaid? Azt tudom, hogy hangszerelsz, dalokat írsz. Igen, ebben a sorrendben. Felkelek. Beletaláltam. Igen, felkelek, reggelizni még mindig nem reggelizek, én pedig sem. Mindenki azt mondja, hogy az a legfontosabb. Nekem még mindig nem sikerül, reggel a 3 kávé az kell. És aztán utána indul az élet. Nekem mindig kell egy óra hossz, amire így összeszedem magam. Tehát az ismerőseim tudják azt, hogy 11 előtt telefonálni sem szabad. Meg ugye leszűkítettem a barátaimnak a... Hát ugye van egy ilyen lista, mondhatjuk azt, hogy van egy lista mindenkiben, hogy kivel milyen viszonyban van és mennyire van közel a másikhoz, akkor ez egy kicsit szűkült. Tehát kevésbé tartom a kapcsolatot emberekkel, mint amennyire mondjuk addig. De ez szerintem lehet, de az elmúlt, miért lehet az elmúlt egy év hatása, hogy így be is zárkóztam egy kicsit akkor. Most persze tök nyitott vagyok, meg nem is erről van szó, tehát hogy itt veletek, meg számos kollégával. Vannak, akiket viszont kizártam az életemből, mert úgy éreztem, hogy negatív hatással vannak rám, és nem szeretném. Tehát igazából... Ezek voltak ilyen konkrét megnyilvánulások, hogy így döntöttél? Nagyon érdekel, de tényleg. Mert én is hallottam vissza olyat, hogy Attila már, mit tudom én, nem veszi fel a telefont, nyilván megvan az oka. Igen, mert nem ten. Tehát azt gondolom, hogy bent vagyunk egy szakmában, nyilván amiben élsz és amiben dolgozol és amihez kötődsz, az teszi ki a baráti körödet. Nálam ez részben igaz, hiszen azok a barátok, akiket a barátaim közé sorolok, annak mondjuk az 50% vagy 60%-a nem szakmabeli, tehát van köztük olyan nagyon kedves barátom már nagyon régóta, akinek autós iskolája van, és olyan jókat beszélgetünk az autókról, kreszteszteket töltögetek ki nála, persze közben kávézunk, meg kajálunk, meg stb. Igen, tehát hogy így a szakmában, amiről beszéltünk az elején, hogy nem árt ügyezni, annyira erős a harc és a csata. Tehát többször is jelent meg mostanában újságcikk akaratomon kívül, tehát véletlenül sem én telefonálgattam az újságoknak, hogy hú, most írjatok valamit erről vagy arról. Tehát én annyira vigyázni kell, mert érzékenyek vagyunk, én is az vagyok, tudom róla, hogy te is az vagy, támadják az embert, ahol tudják. Jobb bezárkózni, XY-t kilökni, ő nem kellő. Tehát így azért kiderültek az elmúlt időszakban azok a dolgok, hogy igaz, vagyis azok a tények, hogy ami alapján ki lehetett szelektálni. Mire képes a te dühöd? Dühös ember vagy, hogyha esetleg érzed azt, hogy téged oktalanul bántanak? A düh az akkor jön ki belőlem, amikor igazságtalanságot érzek. Tehát én azt gondolom, hogyha én a dallamokon át ott, mint produkciót, annak a teljes csapatát, hiszen nem egyedül vagy, csak te vagy a képernyőn, igen. Te vagy az arca,
és emellett dolgoznak nagyon sokan ezen a produkción, és hogyha én téged szeretlek, akkor én szeretem ezt a produkciót. Én abban szívesen részt veszek, szívesen eljövök, de ha nem jönnék el, az sem befolyásolja a mi kapcsolatunkat. Tehát én bennem soha nem volt az, hogy most az egyik műsor és a másik műsor ki a jobb, mi a jobb, melyik a jobb. Nem, mindig azt mondtam, csináljuk a dolgunkat, és majd a közönség kapcsol, és ha oda kapcsol, akkor magamban kell megkeresnem a hibát, hogy miért nem rám kapcsol. Persze, akkor, nem, én azon gondolkodtam, hogy nem akkor, lehetséges az, hogy amikor ezelőtt egy év egy tragédia ért, akkor talán örültek volna annak, hogyha te hogy meg a törölközni. Hogyne, hát biztos, hát kapva kaptak volna az alkalmon, hogy szétcincáljanak, de erre a barátok, többek között te is, meg akik tényleg így mellettem vannak, voltak, lesznek, azok ezt mondták is, hogy most vigyázz, mert most vagy abban a periódusban, hogy most mindenki megpróbál átszállni és megpróbál szétszincálni. Hát ezt nem szabad hagyni. Tehát ezért is volt az akkor, hogy mindegy, hogy milyen lelkiállapotban voltam. Nálad voltam olyan állapotban, amikor azt mondtam, hogy itt nincs mese, itt nincs állarc, nem is tehetem meg, veled szembe sem lehet. Tehát, hogy azt hittem, hogy ez egy nagyon őszinte, talán igen, nem is kaptam ilyen őszinte nem szavakat. Nem is tenném meg. Egyszerűbb lett volna azt mondanom akkor, hogy nem vállalom, hiszen ha már ide jövök, akkor legyen az teljesen nyitott és tisztott. De lett teljesen más. De hát ez azért van, mert egy tiszta ember vagy, tehát veled lehet beszélgetni, veled sugárzik mindaz, aminek sugározni kell. Ismerlek annyira, hogy tudom, hogy amit gondolsz, azt úgy is gondolod, amit kimondasz, azt úgy is gondolod, tehát nincs ilyen jobbról, balról, félre, ide-oda, amoda, tehát. Meg hogy ismerek, te meg is védenéd magad. Nem, biztos, persze.
Egyébként sokat védekeztél így a pályát folyamán? Volt ez az időszak, amikor így mindig próbáltam megmagyarázni dolgokat. Tehát ilyen finoman, tudod, hogy ha valami legyen az a videó megosztón, vagy a legnagyobb videó megosztón, vagy bárhol, van a kritika, arra nagyon nagy szükség van. Éppen mostanában kaptam egy olyan beírást a személyes profilomra a legnagyobb közösségi portálon, hogy a kritikáját letörölték az Attila zenekedvelői oldalról, és ez is biztos el fog tűnni, pedig oda csak pozitívat lehet írni. És írtam, hogy egyrészt ugye nem is én kezelem, tehát nem is törölhettem le, meg nincs semmi közöm hozzám, úgy meg nagyon szívesen fogadok kritikát. Hát ez kell, nyilván megmondhatja XC is, hogy nekem nem tetszik azért, mert nekem nem vagy szimpatikus azért, mert senkinek sem kötelező, hogy a másik szimpatikus legyen, nincs kötelezve rá. Te is elmondhatod, hogy azt gondolom, hogy ez az irány, ez ha most nekiállnék, mit R&B-t csinálni, biztos azt mondanám, hogy Attikám, mi történt veled? Itt valami nem sparkol, mert bedilisztél, vagy mi van veled, tudod? Vagy ha most éppen te elkezdenél rockzenét, vagy egy heavy metalt, akkor azt mondom, hogy Feri, figyelj, azért tud, hogy merre. Persze, csak arra próbáltam rátérni, nyilván van egy mérleg. Tudod, hogy ennyien bántottak, ennyien nem bántottak. Szerinted merre billen jobban? Mert az őszintességedet köszönöm, és annyira jó, hogy felelsz ezekre a kérdésekre. Kevesen bántottak ahhoz képest. Most ha több ezres tömegről beszélünk egy fellépésen, akkor ahhoz képest kevesen. Na de ezt mindig megkapja az ember, ez együtt jár a szakmával. A zenédet bántják, a beszéd stílusodat bántják, ha bántja valaki, a műsorodat, általában mi a célpont? Általában én, így én, mint én. Maga a személyed. De ráadásul kritikát nem is kapok, ez a poén benne. Tehát, hogyha valaki, ezt szoktam leírni, hogy tök örülnék neki, hogyha valaki azt mondaná, hogy mi, mert azzal, hogy én utállak, te XYZ, most sokra megyek vele. Mi a tanulság ebből? Mit fogok ebből tanulni? Mit csináljak? Írja azt, hogy rossz a világítás, nem jó a kékfény, nem jár, de már jól neked a fekete. Tehát, hogy konkrétan. De nem kritika, ezek támadások, ezek egyszerűen, ez egy mentalitás. Ez nem általánosítva magyar mentalitás, de nagyon sok olyan ember van, aki imádja kiélni magát az interneten. És akkor van egy nagyon szép kék feje neki, nincs arca, és akkor úgy oda tud írni bármit. Na most ezek azért valahol bosszantó dolgok tudnak lenni szerintem. Biztos, de szerintem a rajongó táborod azonnal észreveszi. És rögtön. És abszolút lehet. Mint az anyatigris. Egyébként meg a Friderikusz Sándor, akit nagyon tisztelek és becsülök, szóval azt hiszem, hogy a magyar televíziózás egyik legnagyobb alakjáról beszélünk, ő megmondta annak idején nagyon okosan, hogy az is hülye, aki beír az ilyen oldalakra, vagy bármihez hozzászól, de az is hülye, aki elolvassa. De igazából azt hiszem, neki van igaza, nem kell vele foglalkozni. Csak tudod, van az a határ, amin már átlép valaki. Én most ott tartok egyébként, hogy abszolút semleges. Rakok egy smiley-t a jóra is, és a rosszra is. Valahogy ezt még én tudom kezelni, ha bár annyira sok megnyilvánulás. De ez a smiley az vigyorgó jel. Így van. És akkor a jón azon persze aranyosan vigyorgunk, és a rosszon is vigyorgunk. Hát az a mosoly, az ki tudja, hogy mit rejt, tudod. És mit rejt? Hát egy kis cinizmust, egy kis sajnálatot néha. Ha persze negatív dolog, de én sem tudom azt mondani, hogy bántottak. Nyilván vannak, akik nem szeretik a zenémet, megpróbálok majd jobbat csinálni. Korona nélküli is kirek.
ma nem számít a pénz. Boldogság, addig van, míg a zene szól. Bulizzunk hajnalit, mert mulatni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szív. Itt ma nem számít a pénz. Henna, henna, énekelj! Henna, henna, énekelj! Henna, henna, gyere is énekelj! Gyere, gyere! Ferri, ferri, énekelj! Ferri, ferri, énekelj! Ferri, ferri, gyere is énekelj! Gyere, gyere, henna! Gyere, gyere, henna! Gyere, 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 henna! Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szív. Itt ma nem számít a pénz. Boldogság, addig van, míg a zene szól. Bulizzunk hajnalig, meg hullatni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szív. Itt ma nem számít a pénz. Henna! De egyébként te hova sorolod a saját előadásodat? Melyik műfajba? Szerintem mulatos. Mulatos. Hát, hát én találok neked egy újabb stílust. Lirikus mulatos. Lirikus mulatos. Hát erre szoktam mondani, hogy mulatos a lírai, vagy líraian mulatos. Lehetne fejtegetni. Jó, hogy nyilván a lassú dalok nem, de hát amikor arról van szó, hogy megy a buli, akkor az mulatos. A Balázs Pali is mulatos, tehát most egy Bye Bye Lányt a Zámbó Jimmy elénekelte, az egy mulatos. Zámbó Jimmy mulatos kategóriába volt sorolva, ha tetszik, ha nem. Másrészt ugye ő is az a típusú ember volt, aki megosztotta a közvéleményt, hogy nagyon-nagyon sokan imádták, nagyon-nagyon sokan pedig nem szerették, dehogy nem, ott volt a CD az autóba, hiszen annyi lemezt adott el Magyarországon, amennyi ember él. Tehát próbáljuk megfejteni, van. Attila, hogy mi az a mulatos. Így pörög a fejemben a gondolat, hogy mit nevezünk mulatos. Én ezt megmondom neked. Na. A mulatos zene az, amiben van egy laptop, van egy lábcím, van egy jó kis, hát hívjuk ezt ilyen pergőnek, megy a basszus, tam, 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 vagy éppen egy perbasszus, aha. És megy egy kontra rajta, és ráénekeljük azt, hogy tudom én, 170-es BPM-mel. Fekete véremből cigányzene szól, vagy bármi, de az, a mulatos az, ami szórakoztatja az embereket, aminek... Jó, akkor másképp fogalmazom. Szerintünk mi lehet az a fogalom, hogy mulatos? Próbálom minden, ami nem péli barna. Jó kedv, buli, vidámság. Most hagyjuk a zenei mi voltját. Az, hogy vonósok, Hammond, Rhodes, vagy bármi. Vidám, bulizós, jó kedvet diktáló. Igen. Felhőtlen szórakozás, házi buli. Elmondtál. Ez a mulatos? Ez. Az a zene, vagy az a műfaj, amit mindenki szeret. Csak cikinek tartják. Hát ezt te is nagyon jól tudod, hogy hányan cikinek tartják. Ez felvállalni sem könnyű. És kérdezem tőled, ha kimész a színpadra, hány ember áll a színpad előtt? Vagy amikor koncertet csinálsz, ugyan a mulatosra. Hányan mennek be? Ott a teltház. És amikor a nagy nevű, 30-40 éve a szakmában lévő nagy popzenei előadó, vagy gitárral a kezében széken ülő emberke, aki az országban olyan név, akit mindenki ismer, még a csecsemők is, és le kell mondani az előadását egy 500 fős színházteremben, mert a kutya nem kíváncsi rá, akkor szerinted miről beszélünk? Hát nem is tudom, hogy így lefele, vagy oldalra forgassam a fejemet helyesen, vagy nem, de nyilván én is hoztam a véleményedet valamilyen szinten is. Valaki soha nem tudja kimondani ezeket a szavakat, és nyilván, hogy valamikor célt talál, illetve valakinek ez jót tesz, hisz észhez kap, vagy tudja, hogy hány óra van délbe. Én mindig azt mondtam, hogy face to face le kell tenni, amit gondolunk, és ezzel szerintem semmi baj nincs.
emberről vagyunk. Van a televízió, van a színpad is, vagyok én. Én azt gondolom, hogyha én nem így tennék, ahogy teszek, vagy nem mondanám ki, amit gondolok, akkor nem saját magam lennék. Az, hogy én eléneklem a dalaimat, az is én vagyok, hiszen belőlem jön. Csinálom a tévéműsort, az belőlem jön, az is én vagyok. De privátban lesz egy privát beszélgetés. Az egy dolog, hogy 134 ezeren megnézik. Ettől függetlenül szerintem vállalhatom, meg ezt ki is kell mondani. Hogy hallgatlak, annyira megerősödtél. Elhatározás, vagy tényleg? Jött. Hiszek abban, amit csinálok. Hiszek abban, amit csinálsz, és hiszek abban, amit mindannyian csinálunk. De sok ember eltől azt mondja, hogy Házi Buli Attilával bele nem néznék. Vagy belekapcsoltam egy 5 percet, és el kellett kapcsoljak, mert nem bírtam. Mit nem lehet? Könyörgöm. Hát most
bekapcsolom, és tényleg ilyenkor azért elgondolkodok rajta, hogy bekapcsolt 5 percet és elkapcsolt, és bekapcsolom. Nem vagyok lelkes házi buli néző, látom én azt eleget amúgy is, és így látom, hogy a Viki Dál Gyula énekel. Mit nem lehet a Viki Dál Gyulán megnézni, meghallgatni? Hát egy ikon, egy legenda. Jön egy Kovács Erzsi, mit nem lehet rajta szeretni? Vagy jön egy Csepregi Éva, hát könyörgöm, a tojáshéja seggemen még ott se volt, amikor ők már valakik voltak, és a mai napig valakik. De jöjjön egy Kacor Feri, mint nagyon jó pofa, van egy reggeli rádióműsor az egyik kereskedelmi rádióban, és ott most egyre gyakrabban vagyok téma, és már maguknak tulajdonítják, mint Zámbó Marietta, hogy felfedeztek. Ez is tök jó pofa, de imádom őket egyébként, összes műsorvezetőt, szóval mindig visszahallgatom, amikor hallom, hogy benne voltam, nagyon jó pofa, tényleg imádom őket. És hát ott is ugye ez a, ott egyrészt ugye az jött ki, hogy nézőmágnes vagyok, így hívtak, ami egyébként nagyon megtisztelő. Ja, nézőmágnes, azért ez óriási dolog, azt mondtam, ez hogy... Ez egy pozitív dolog, na, ez már, igen, de ugye annak a műsornak szórakoztatónak kell lenni, azt kell csinálni, sót kell csinálni, amit tévében egyszerűen meg tudsz csinálni, mert fények, füst, tűzijáték, előadók, táncosok, ott azt hangban kell megcsinálnod, ott szórakoztatni kell, mindenképpen azt hallgatják az emberek, ami van egy kis fricska. Én imádom egyébként az öniróniát is, tehát jókat szoktam mosolyogni magamon is, meg szeretem is hangoztatni. Voltál már házi buli fellépésen, hogy én azért megkritizálom magamat kőkeményen. Külön műsorszám. Ez egy külön műsorszám, mert szükség van erre is persze, hogy lássák tényleg azt, hogy milyen vagyok, nekem is megvannak a hibáim, ugyan már miért titkoljam én ezt bárki előtt is. Sőt, ebből olyan jó poénokat lehet csinálni, hogy én is könnyesen nevetem magam saját magamon. Elszórakoztatod. Vannak hibáid? Sorolj fel nekem egy jó 2-3 hibádot, hogy utána eleve tudjam fordítani. Na, akkor most mondom, és akkor holnap. Te nem az vagy. Na mindegy. Hibáim? Nem biztos, hogy hiba. Makacs vagyok. Tehát így ilyen nagyon határozottan makacs vagyok. Tehát, hogy nekem a... Meg kell győzni valamiről? Nagyon-nagyon, hogy ez így jó lesz, vagy abszolút? Meg se tudlak győzni, hogyha nekem más az elképzelésem. Te lehet, hogy megtudnál. Ja, mert te az az ember vagy, akinek adok a szavára. De amúgy neked is nehéz dolgod lenne. Tehát azért elkérdezünk, hogy jó Feri, rendben van. Ezt mondod, ezt én így mind aláírom, hogy tetszett. De tedd már le az asztal, hogy miért. Mint ahogy te is biztos így lennél vele, hogy ó, értem, csak vesészt ki, légy szíves, hogy miért. És azért érzem a realitás érzését benne, hogy mi lehet vajon, hogy ez egy általad vélt valami, vagy egy objektív. Abszolút. Ugye én is szubjektív véleményt tudok alkotni bárkiről, azt tudom mondani, hogy nagyon szeretlek téged, de lehet, hogy a XK meg azt mondja, hogy én meg nem, és akkor mi van, tehát mit csináljunk? Nyilván neki szubjektív vélekedik a másikról, viszont így mond, mint az előbb, ugye, amit elkezdtem a műsort, nem lehet, mit kritik, könyörgöm, tehát mit kell sírni, meg sírva nevetni rajta? Volt egy időszaka ennek a műsornak, más csatornán, meg más csatornákon, amikor azt mondom, hogy a mai nap vissza nem nézem azt a felvételt, mert még én is azt mondom, hogy egy perc múlva elkapcsolok. De ma, 11 év elteltével, miután már én is 31 elmúltam, én sem az a kölyök vagyok, aki hívjuk meg azt, akit csak akarunk, meg aki telefonál egyet, hogy szeretne jönni, hogyne, persze, gyere, sőt az utcáról berángatunk, két ember tudsz-e valamit énekelni. Ez már más műfaj, más kategória, már teljesen más színvonal. Tehát itt már ilyen nincs. Nyilván az a rádió de jóval igen, próbálta megnevettetni a hallgatókat. Igen, de az nagyon jó pofa. Na, azt például nagyon szeretem, de ugye ott is kihangsúlyozzák, hogy hát ez nagyon-nagyon szélsőséges, nem az én műfajom, nem. De egyébként meg saját magának mondott ellent a tudjuk ki, akinek nem mondjuk ki a nevét, hogy elmondta, hogy ő egyébként megetette a gyerekét, és azon kapta magát, hogy másfél órája nézi a házi buli extrát. És nem tudta elkapcsolni, pedig nem az ő műfaja, tehát hogy akkor itt ebből jött az, hogy nézőmágnes, tehát így oda nézek és nézni kell. Persze hozzátette, hogy röhögő görcsöt kapott közben, csak nem tudom mitől, biztos a gyereketedés közben történt valami nevi fiszta, vagy valami a kisbaba, de egyébként tényleg, de hát igyekszünk jót csinálni, és hát így... És ma már szigorúbb vagy a műsoroddal kapcsolatban?
igen, meg szeretnék még szigorúbb is lenni, de egy kicsit néha engedni is kell. Attila, én úgy gondolom, hogy a házi buli az mindig is jó kezekben volt, remélem, hogy mindig is jó kezekben lesz. Annak nagyon örülök, hogy jól vagy, tele vagy energiával. Te is egyébként. Hát igen. Tele vagy energiával, gyúrsz, látszik, gyúrsz, nem hízol, gyúrsz. Gyúrok. Tényleg őszintén örülök neki, jó téged így látni. És hát ez így is maradjon nagyon sokáig. Jó Isten adjon hozzá erőt, egészséget. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy meghívtál, és bármikor szívesen jövök hozzád, és szeretettel várlak én is a házi buliba. És én ott is szeretnék lenni. Mindig. És ott is leszel. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Feri. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer nélkülünk megy a vonat tovább, és az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. De ha akarjuk, mi tűzhet ránk a fény. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, de a szívünk addig új csodára vár. Egyszer véget érnek múló napjai, egyszer elbúcsúznak túlzó vágyai. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. Létünk inkoványra épül, mely a sötétébe húz, de ha akarjuk, még tűzhet ránk a még addig minden újra kezdhetünk. Kedves nézőink, műsorunk véget ért. Remélem, hogy önök jól szórakoztak. Amennyiben ez így van, akkor jövő héten is tartsanak velünk. Mit leszünk ugyanitt, ugyanekkor. Mindenkinek egy nagy-nagy ölelés, viszontlátásra! A jó és rossz perceket